Nobel alapítvány elnökének beszédét láthatták, és perceken belül, ha minden igaz, elsőként Krausz Ferenc veheti át majd a Nobel-díjat. Történelmi összefüggésbe helyezte az elnök asszony a tudományos felfedezéseket, a demokrácia fontosságából közelítette meg ezt a kérdést. Gyakori az, hogy ilyen társadalmi üzenetet fogalmaznak meg a díjátadáson? Hát nyilvánvalóan úgy is fel lehet fogni ezt a díjat, mint a tudományos szellemi elitje a világnak, kijelöli azokat a pontokat, amit igazán fontosnak tart. Úgy fogalmazott, hogy a világ jobbá tételéről van szó. Hát nyilvánvalóan ez a célja, ennek kell lenni a célja, céljának ennek az elitnek, és úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan ez az egyik legfontosabb iránymutató elv, ami végül is egy teljesen belső értékrend alapján fogalmazódik meg. A beszédet hallgatva azt mondta elnök asszony, hogy olyan kihívásokkal néz szembe a világ, amely minden mindennel összefügg, ezek összefüggnek egymással, és ahogy ő is végigment a díjazottak munkásságán, vagy elért eredményein, kicsit azt látjuk, hogy szintén itt minden mindennel összefügg, ilyenkor van egy adott koncepció is, hogy mit szeretnének üzenni a díjazottak elért eredményeivel? Nem tudok ilyen koncepcióról egyébként, tehát én úgy tudom, hogy az adott tudomány hát legkiválóbbjait keresik, és ezek nem mindig koherensek. Most is azért kicsit én azt gondolom, hogy a tudomány általános üzenetén kívül azért, ha megnézzük a részleteket, ott azért elég kevés a kapcsolat a különböző Nobel-díjak között. Ez véletlenszerű, hogy esetleg két különböző területen kapcsolódó Nobel-díjak jönnek létre. Tudomásom szerint ez nem szempont, hogy valami, tehát nincs az, hogy az idén akkor most azokat keressük, akik. Jól, nem mindig magyar találni. Igen. Az biztos, hogy a béke összeköti ezt a kérdést, amennyire lehet az irodalomnak hinni, Nobel pacifista volt, dacára annak, hogy a hatalmas vagyonát egy olyan találmánnyal kereste, amely emberi életek tömegeinek a kioltására volt alkalmas. Hát, ezért lett pacifista, és ezért gondolta azt, hogy a végakaratában az emberiség hasznát fogja valahogy keresni, díjazni. Ami talán nagyon érdekes, és ami szerkesztő úr említette is, az csodálatra méltó, hogy sikerült megőrizni a Nobel-díjnak úgy a tekintélyét, hogy minden évben van egy sereg olyan ember, akit egy adott szakma azt mondja, hogy ő neki kellett volna kapni a Nobel-díjat. De azt nem nagyon szokott előfordulni, hogy ő neki meg nem. Tehát annyira azért nyilván nagyon nagy már a világon a tudomány, nagyon sokan érnek el fontos eredményeket. Biztos, hogy nem fogja mindenki, aki megérdemelni, megkapni a Nobel-díjat, de azért az egy nagyon figyelemre méltó dolog, ezt kicsit talán hozzátéve a politikai és egyéb üzenetekhez, hogy arra nagyon vigyázott eddig mindig a Nobel-díj bizottság, hogy nem nyúlt mellé. Egyről olvastam én, Johannes Fibiger nevéről, aki azt bizonyította, vagy azt kutatta, hogy egy gömbféreg rákot okozhat-e, és a halála után egy-két évvel bebizonyították, hogy tulajdonképpen ez nem volt igaz. De nem vonták vissza a Nobel-díjat akkor sem. Mert úgy azzal indokolták, hogy az odaítélés pillanatában az egy előremutató kutatásnak számított. Igen, ez nyilván, tehát most ugye, amikor vissza kellene vonni a díjat, szerintem egy olyan valami sajnos azért nem kizárt ma már, hogy a tudományos eredmény meghamisítása áll egy publikáció mögött, ilyenekre derült fény. Itt nem erről ilyenkor volt szó, hogy egy tévedésről. Nem, az egy olyan kutatás volt, ami tehát azt szoktam mondani, hogy nekünk egy fizikusnak egy kétatomos molekula az túl bonyolult. Megpróbálunk annál egyszerűbbekkel foglalkozni. Na most egy egysejtű, az már áttekintetlen, egy egérről meg nem is beszélünk. Az egy biológiai kutatás az mindig hordozza az ilyenfajta veszélyt. Arra kérem, folytassuk innen, mert hogy ismét kapcsolunk Stockholmba, hiszen Krausz átveheti a Nobel-díjat. The world is big, so big. A világ nagy, akkora, hogy nem is tudjuk elképzelni. Those are the words of Zacharias Topelius. A Zacharias Topeliustól származnak ezek a szavak, és bemutatják, hogy mekkora is az univerzum. Az az univerzum, amelyet folyamatosan felfedezünk. De a nagyság
mindig az egyes részletekben mutatkozik meg. Azokban a kis részletekben, amelyek meghaladják az öt érzékszervünket, a látást, a szaklást, az érintést, az ízlelést, illetve a hallást. Nem lehet őket érzékelni közvetlenül. Azonban nagyon nagy hatásuk van az életünkre. Fantasztikus lehetőségeket adnak arra, hogy kibővítsük tudásunkat. Megadják azt a lehetőséget, hogy anyagokat találjunk fel, illetve módszereket dolgozzunk ki az egészség megőrzése, illetve a fenntarthatóság elősegítése céljából. A legkisebb részletben is komoly munka, illetve időtartam rejlik. Az idei fizikai Nobel-díj egészen rövid időintervallumokra koncentrált, egész pontosan az attoszekundumokra. Egy szívdobogás ezer attoszekundumot vesz igénybe. Ez gyakorlatilag ugyanannyi, ez a szám, mint az univerzum születése óta eltelt másodpercek száma. Az attoszekundumok az elektronok jobbvizsgálatát teszi lehetővé. 1925-ben Heisenberg úgy érvelt, hogy ezt a világot nem ismerhetjük meg, viszont az attoszekundumos lehetőségek ezt elkezdik megváltoztatni. A kihívást a nagyon rövid időintervallum jelenti. Számos évtized telt el, ameddig legyőztük ezt az akadályt. Ez a tudomány lehetővé teszi az alapvető kérdések föltételét, például a fotoelektromos hatásnak a kérdését. Már 1921-ben Albert Einstein vetett föl kérdéseket ezzel kapcsolatban. Ennek a segítségével, az attoszekundumos impulzusok segítségével több információhoz jutunk a fluktuációval kapcsolatban, anyagokkal kapcsolatban, megoldásokat találhatunk, például az úgynevezett elektromos migráció tekintetével, ami pedig a kémiai részét illeti, az egyes felbontások, illetve jobb megismerések válnak lehetővé. A fizika segítségével különböző transformációs folyamatok válhatnak megismerhetővé, illetve elindíthatóvá. Hogyha megnézzük a napelemek funkcióját, akkumulátorok funkcióját, illetve elektronikai eszközök funkcióját, illetve használatát, csak hogy néhány példát mondjak. A jelenlegi díjnak a múltja egészen az 1970-es évek végére, illetve 80-as évek elejére vezet bennünket vissza, amikor a lézeres technológia jelentős fejlődésen ment keresztül. A díjazottunk felismerte azt, hogy lehetséges az attoszekundumos időintervallum meghatározása a fénykutatása tekintetében, hogyha a megfelelő lézeres konstrukciót használjuk. Technológia, amelyet kialakított, lehetővé tette a különböző impulzusoknak a felhasználását ennek a módszerhez. Professzor Emeritus Augustini, professzor Dr. Krauss és professzor Anne Lullier. Önök kapták meg 2023-ban a fizikai Nobel-díjat az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Svéd Királyi Tudományos Akadémiának a legnagyobb gratulációját közvetíthetem. Most szeretném megkérni önöket, hogy lépjenek előre, és vegyék át ő felsége a király kezéből a díjat.
Your Majesties, your Royal Feleségei, királyi fenségei, tisztelt Nobel-díjazottak, tisztelt hölgyeim és uraim! Az anyagoknak nagyon különböző tulajdonságaik lehetnek. Például lehetnek kemények, puhák, vagy pedig áttetszőek lehetnek, színesek, vagy pedig visszatükrözőek. Vezethetik az áramot, a hőt, vagy pedig mágnesesek lehetnek. Az iménti percekben, pillanatokban vette társaival együtt Krausz Ferenc a fizikai Nobel-díjat. És egy szűk 10 perc múlva Karikó Katalin következik, akkor újra kapcsolunk majd Stockholmba. A laudációban megfogalmazták, hogy mi is volt ez a felfedezés, miért is lényeges. Mi itthon Magyarországon a köznyelvben inkább azt mondjuk, hogy az elektronok fényképésze, vagy fotósa Krausz Ferenc. Fel tudjuk egyáltalán, meg tudjuk még mindig magyarázni, hogy ez mit is jelent? Mi történt ebben a felfedezésben, ami ekkora léptékű, hogy ezt az elismerést elnyerje? De szóval meg tudjuk, valamennyire meg tudjuk magyarázni. Bölcsészek, nem. Professzor azt, hogy a laudációban abba hagyta a nullák sorolását, még 1 millió hiányzott. Mert 18-on, vagy 18-on az egy attól szerint. Ezerszer. Négyszer mondta, és még kétszer kellett volna. De visszatérve a magára a felfedezésre, ez egy, valóban egy eszköz. Tekinthetnénk ezt egy vakunak, amivel a mozgás közben lehet az elektront felfedezni. Krausz professzor mondott valamit arra vonatkozóan, hogy ez miért fontos. Én sokkal egyszerűbb példát is tudnék erre hozni. Tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor az egy csoda, hogy most mi itt vagyunk, mert ha kimegyünk a napra, akkor olyan fény éri a bőrünket, aminek hatására gyakorlatilag az összes bonyolult molekulának jó részt le kellene bomlania. Ez pedig nem történik így. Most itt főleg a DNS-re, tehát főleg az élet számára fontos molekulákról beszélek. Azért nem, mert az elektronok tudnak valami trükköt, amivel elég gyorsan meg tudnak szabadulni attól az energiától, ami bekerül a molekulába. De ez pontosan hogy történik, azt nem lehet még tudni, mert az elektronok olyan gyorsan mozognak a molekulán belül, hogy ez nem, eddig nem volt követhető. Tehát igazából, ha körül kellene írni tehát mással járultak hozzá ugyanehhez a gondolatkörhöz, ők hárman. De mindig arról szól a történet, hogy vajon ez a kísérleti eszköz, ez elérhet-e arra a szintre, hogy a mindennapok kutatási eszközévé válik, magyarul lehet használni mondjuk a biológiában vagy másutt, hiszen akkor lesz igazán érdekes. Tehát nem maradhat a fizikusok játékszere, mert akkor nem igazán érdekes. Úgyhogy én abban bízok egyébként, hogy pontosan például a Szegedi Lézerközpontban olyan alkalmazások lesznek, megtudták kérdezni, hogy hol várok áttörést, azt szoktam, hogy nem tudom, mert az igazi áttörést a fizikától távol várom, olyan területen, amihez közelről nem értek. Mert akkor lesz az igazán lényeges, hogyha valahol másutt a kémiában, az anyagtudományban, a nanotechnológiában például minden nagyon gyors, mert olyan kicsik a méretek. Ott megint valami ilyesfajta technikára van szükség. Tehát ezek a kutatások tulajdonképpen úgy igazán széles körben most indultak el. Ugye Krausz professzornak van egy konkrét projektje, ami egy nagyon fontos alkalmazás. És mindnyájunk érdekében azt kívánom, hogy az legyen sikeres. De a másik oldalon pedig azt várom, hogy egy sereg más alkalmazás is lesz, amelyek most válnak majd esedékessé, mert most érett meg ez a tudományterület erre. A Szegedi Tudományi Egyetemre milyen feladatokat rónak ezek az elvárások? Azt mondja, hogy itt elnök úr, hogy megnyílnak új területek. Ön azt mondta, hogy lát már olyan jeleket, amiből valami nagy eredmény kifordulhat. Ezek szerint ön töri a fejét. Már lát projekteket maga előtt? Hát én tudok projektekről, amiről nem beszélhetek, mint hogy nem kaptam meg a felhatalmazást. Én úgy gondolom, hogy alapvető orvostechnológiai változásoknak a lehetőségét vizsgálják most, és szintén nagyon komoly területen dolgozik a... Nem tudja, hagyományos, bocsásson meg, tehát a gyógyszeres kezelések, műtéti beavatkozások helyett valami teljesen más? Hát nem teljesen más, de egy magasabb skálájú
beavatkozásnak a lehetősége már nem az, hogy látszik, hanem nyilvánvalóan jelen van, ami egy rendkívül izgalmas kérdés. És a másik terület, ami szintén egy nagyon fontos társadalmi terület, amiről szintén nem tudom, hogy mennyit lehet beszélni, de itt van például a hosszú lebomlási idejű hasadóanyagok, salakanyagoknak a problematikája, amire szintén az egy lehetséges megoldás lehet a későbbiekben. Folytassuk innen. Perceken belül Karikó Katalin is átveheti majd a Nobel-díjat, előtte akkor megmutatjuk, honnan is indult, és azt már látjuk, hogy ma hol állt meg egy pillanatra. A Nobel Múzeumban vagyunk, most már úgy tudom, hogy egy pipetta, ami az önné volt, és ön dolgozott vele, és itt ki van állítva. Milyen érzés, hogy azok között, a tárgyak között van ez a tárgy, amelyet az ön elődei, más Nobel-díjasok használtak? Hát nagy megtiszteltetés. Természetesen, mert ugye oda tartozni, ahova ezek a legkiválóbb tudósok tartoznak, hát ez egy hallatlan nagy megtiszteltetés. És hát örülök, hogy a pipettám oda került. Van egy másik, úgyhogy nem kell aggódni amiatt, hogy most hiányozni fog. Ezt 20 évvel ezelőtt kezdtem el használni, és hát nagyon kis mennyiséget lehet, 20 mikrolitert lehet vele mérni. Hát egy csöpp, egy vízcsöpp az 30 mikrolitert, tehát ez nagyon kis mennyiség. És hát ez volt a kezembe a legtöbbet, amíg én 20-30 éven át ott a laboratóriumi asztalnál, vagy 40 év is volt, de lehet kezdetben nem volt ilyen, ez a pipetám, amivel eltöltöttem, és a kísérleteket kiterveztem, és megcsináltam, és hát nagyon, hihetetlen az, hogy Nobel-díjas vagyok, hihetetlen az, hogy egy tárgy, amit én adtam a múzeumnak, az most mindörökké itt lesz. Gyerekekkel találkozott, és azt mondta nekik, hogy nagyon unalmasnak néz ki a pipetta, belülről viszont rendkívül izgalmas, hogy értette ezt? Hát amikor az ember ugye gondolkodik azonkon a folyamatokon, amelyeket ott tesztelni akar egy kis Eppendorf csőben, és összerakja az anyagokat. Mikor az ember ezt a kísérleteket csinálja, akkor mindig gondolkozik azon, hogy most mi is történik, most ezt hozzáadja, akkor most ez történik, azt. Szóval ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy amikor az ember a kísérletei a anyagot összeállítja a tubusba, tehát ebbe a Eppendorf tubusnak hívják ezt. Ez is egy nagyon picike, 250 mikroliter fér bele, és hát ezeket ilyen kis miniatűr dolgokkal dolgozunk, mert nem kell itt egy nagy dolog, már nincs ilyen, hogy nagy pipettákkal kell dolgoznunk, mint Hajdanán a gyakorlatokon csináltuk, és hát izgalmas, próbálok utat találni, meg magyarázatot a gyerekeknek, amit könnyebben megértik, mert hát ez is a feladatom, hogy inspiráljam őket, mert hát ugye nem tudnak sokat a kutatásról, meg hogy mit csinál egy kutató, és hát segítenünk kell nekik, mert ahogy amúgy mindenki influencer akar lenni. Azt mondta korábban, hogy megkérdezte Kanadában, hogy ismernek-e hoki játékosokat, ugye, amire nagy jelentkezés volt, de tudós nem ismertek. Igen. Most is diákokkal találkozott. Hogyan tudja nekik átadni azt, hogy tudósnak elmenni lehet legalább akkora öröm, mint ismert embernek, sportolónak lenni? Hát ugye azért sporthoz némi adottság is kell, ugye? De próbálom hangsúlyozni azt, hogy az a lényeg, hogy amilyen állást vagy valamilyen szakmát választanak, hogy olyan, amit élvezzenek. És mint említettem itt is, hogy például az különböző országok adófizetése is egy izgalmas téma, ugye az senki nem akar adót fizetni, tanulmányozni se nagyon, de van, aki elkezdi tanulmányozni, és akkor kezdi megérteni, hogy más országok hogy csinálják, és akkor végül egy ilyen unalmas témát, egy ilyen nem szeretem témába is valaki szakértő lehet, és élvezi azt, hogy megérti, és másokkal megérteti, és szóval ez a lényeg, hogy élvezzük.